Hello, hello, srácok, szevasztok, kezi csókolom, üdv, üdv mindenkinek, Cső, Kovi, Petike, Péter, Nightram, Kalmer, Krebi, Puskás, Driana, Csalamádi, Szántoró, Metril, üdv mindannyiótoknak, srácok. Köszi, köszi a ma délelőtti kedves figyelmet, is folytatjuk tovább a Jurassic World Evolution 2-es kalandjainkat, pláne hiszen megérkezett az új filmnek a prológusa, a beharangozója, ami nem is egy trailer, hanem egy ilyen egészen csodálatos CGI dino orgia. Twitteren megosztottam veletek tegnap este, de annyira tetszett, hogy megosztom veletek itt a streamen is, hogyha valaki esetleg lemaradt róla, azoknak, akik a Vodon nézik, mondom, azt kell beírni az internetbe, hogy Jurassic World Dominion. És akkor megtaláljátok, bár én most pont nem találom. Itt van. Jurassic World Dominion Prologue Full Scene. Ezt kell keressétek az interneten, tök jó. Úgyhogy nézzétek meg, abszolút behájpolja a következő filmet, ami reméljük, hogy jobb lesz, mint az előző volt. Ottan van a link a Zsatubin. Úgyhogy az alaphangulat megvan, és ugye ma új parkot fogunk kezdeni a Chaos Theory módban, méghozzá a San Diego-i parkot fogjuk elkezdeni, srácok, hogyha minden igaz, és elvileg ez egy fokkal könnyebb lesz, mint a Jurassic World-ös volt, mert az ugye 5 csillagos volt, ez csak 4, ha már nem sorba haladtunk, hát kíváncsi vagyok, milyen lesz, úgyhogy indítom a videójátékot, aztán sasoljuk a dínókat hatalmas nagy lendülettel. Mehet! És remélhetőleg a game kapturáció is. Hát, hogy ezt mindig benézem, elfelejtem lehalkítani. Úgy. Felseketítő. Meg kéne tanulnom a galambhoz hasonlóan a T-Rex hangutánzást is, én azt mondom nektek, srácok. No! Jurassic Park 100%, Jurassic World 100%, úgyhogy irány Jurassic Park San Diego, hát ugye ez az a projekt a második filmben, mely szerint áttelepítenék a dínókat egészen a városba, San Diego-ba. Itt szabadult el a kis Rexi, ugyebár az utcára. Én ezt a filmet is nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy vágjunk bele. Yes. Everyone was so caught up in the moment, so impressed with what they'd accomplished. And then, chaos. A few years later, the dinosaurs made their presence known again at an island called Site B. Annyira jók ezek a filmes. Where InGen had cloned most of the dinosaurs that would eventually be transported to Jurassic Park. It was supposed to be secret. If not for human curiosity, it might have remained one. Peter Ludlow was now in charge of InGen, tasked with bringing his uncle's vision to life. John Hammond had wanted his precious animals to belong to the world. John sent a team to document the dinosaurs. What we found, to our amazement, was how quickly the dinosaurs had adapted. They had made the island their own. Szerintem nagyon-nagyon jól megcsinálták ezeket az átvezetőket, kúró hangulatos. But he still needed dinosaurs, and now he knew where to get them. What if chaos yielded a different outcome? Ludlow's mission was successful, and Jurassic Park San Diego had become reality. Komolyan mondom, hogyha ennek a filmnek csak a hangjait kellene, nem tudom, valami podcast formába hallgatni, ilyen Malcolmot és a dino üvöltéseket, szerintem azt is egy ilyen 2,5 órán át simán. Máfinka, Kovi, Cinci, Pinci, Vexor, Doma és Kocka, nagyon szépen köszi a támogatásokat. That is quite unimpressive. Say, how long ago was this place abandoned by InGen? Oh, years. After the incident at our first site. We listened to the concerns, Doctor. That's why Jurassic Park San Diego was put on hold. Nem is csoda, in-game megmozdulások vannak itt kameraügyileg. Mr. Thompson. I believe in the work. You know, that's why I'm here. Yeah, and I'm here because I believe that I can advise you on how to avoid mistakes made previously. Understood. I know I can realize the original vision for this park. I admire your confidence. I've seen it before.
Micsoda OCD-s kialakítás van itt, srácok! Micsoda szép matematikai formák! Oda nézzetek! A San Diego-i park! Welcome to San Diego, Dr. Malcolm. My name's Lily Halford. Érdekes. I'm in charge of operations and I must say it's absolutely fantastic that you're here. Aha. Mr. Thompson wasn't sure you'd say yes. Well, Mr. Thompson doesn't understand chaos or alimony payments. But, you know, he'll learn as you will, Lily. It comes with the territory, I suppose. I'm looking forward to it, I think. Well, as you hát can see, paradicsomot itt nem ültetnék, igen. Is a bit of a mess. Yeah, I saw it from the air. Looks even worse from the ground. Na kérem. Íme ugye, ez a központi kifut. Everything has to start somewhere, even when it's starting over. So why don't we begin with the construction of a response facility and take it from there? Köszönöm. Vége? Mindenki elmondta, amit szeretett volna? Jöhetek én? Köszönöm szépen, ez kiváló. Nagyon tetszik a ném parancs spamelgetése, pláne, hogy nincs ilyen parancs jelenleg, de nem baj, srácok. Azon gondolkoztam, hogy hogy fogjuk itt tökéletesen ezt körbeépíteni. Így szimmetrikusan, de az még egy szép feladat lesz. Meg azt akartam tőletek egyébként streamek óta megkérdezni, miközben egyébként el kell kezdjük az alapépületek lerakását, hogy olvastátok-e ti amúgy a könyveket, a regényeket? Mert hogy én nem olvastam, és egyébként érdekelne, hogy érdemes-e, tehát hogy jók-e annyira egyébként a könyvek, hogy érdemes legyen őket elolvasni. Most konkrétan onnan jutott eszembe, hogy ugye például ezt a parkot annyira nem láttuk a filmekben, hogyha jól emlékszem. Tehát ilyen esti jelenetekben láttuk ezt az épületet, de hogy egyébként ez hogy nézett volna ki, közben ott a háttérben a város rohadt jó. Nyilván alacsony textúrákkal, de feelinges. Szóval, hogy erről a parkról egyébként nem tudunk sokat. Na, ez milyen épület? Itt várjatok, Control Center, Science Center. Itt meg kell szülessen gyorsan a fejembe, hogy hogy fogjuk ezt a parkot kialakítani. De gyanítom itt a külső perep, merre rakjuk majd a szolgáltatási épületeket, és akkor itt bent lesznek a ketreceink. Nagyon szépen vannak kialakítva az utak, úgyhogy most a mi épületünknek is szépnek kell lennie. Most már ez így kötelező jelleggel jó kell, hogy kinézzen. Úgyhogy megpróbálok valami esztétikusat alkotni, megígérem. Lerakjuk a response facility-t, legyenek vadászaink, rendfenntartóink és egyéb kiváló kollégáink, és lerakunk egy generátort valahova ide. Kezdésnek! Az előző parkot megcsináltuk, Mester Tobi, majd már a volt fönn is van szerintem. Úgyhogy meg tudjátok nézni YouTube-on, megcsináltuk 5 csillagosra az előző parkot, igen. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a kifutót tudjuk-e majd használni, tehát hogy e köré tudok-e építeni, de ahogy nézem, itt a kerítés, úgyhogy ide menő lenne berakni egy T-rexet majd. Jó? Gondolom meg kell javítani az épületeket. Igen. Add task, tudj. Eléggé lerombolt állapotban van. Ugye ez a park a film szerint is csak egy terv volt, és sosem fejezték be. Közben annyit pofáztam, hogy mind nem elfejtettem olvasni, amit írtatok. Nem olvastam. Igen, az összeset. Nagyon jók a könyvek, azt írja Sasmadár. Második film könyvét olvastam, így a Krabby simán érdemes elolvasni. 70-80%-ban más a történet. Gondolkodok rajta, mert jó lehet. Viewing gallery-t kell megjavítanom. Melyik a viewing gallery? Ja, itt! Ez az épület kimaradt. Mostan oda pergetjük az időt, utána befejezzük itt a kifutókat, gyanítom. Az a kérdés, hogy a kilátók ide férnek-e, de... Aha, hát itt majd egy kicsit át kell alakítsam a kialakítást. Mert ez így nem lesz jó. És ide kell áram. Determination is power. Aha. And I like that. But let's flip it around. Together, we are determined to power everything. With actual power. How does that sound? Ki kéne kutassuk a... Igen. Ezt a technológiát. Mert hogyha generátorokkal akarnánk ellátni a parkot árammal, itt ezen a helyen,
az kicsit nehézkes lenne, de ez egy eléggé kompakt parknak néz ki. Úgyhogy kikutatjuk a rendes áramfejlesztőt, a generátor helyett, és akkor szépen ugye felső vezetékekkel talán egyszerűbb dolgom lesz. Aztán persze lehet, hogy jobb lenne, ha ide is raknék egy generátort. Hát, a fene tudja. Ez most egy nehéz kérdés, hogy hogy akarjam csinálni. 9 milliónk van. Hát, lehet amúgy, hogy jobban járok egy ilyennel, hogyha ezt is így ide rakom. Igen, mert akkor azt a két-ketre... Hát... Tudjátok mit? Akkor megállapodtam saját magammal. Ezt így lerakjuk ide. Mert különben út... Igen, előre kell itt gondolkodni, mert itt azért okosan kell majd kihasználjuk ezt a helyet. Vagy nézzem. Aha, látjátok? Tehát nem valami nagy a térkép. Bár itt vannak ilyen lezárt részek, de gyanítom, hogy a kötelező missziókat itt kell megcsináljuk. Ezek majd csak később nyílnak meg. Igen, és az amfiteátrumhoz is kell áram. Na, hát igen. Ez viszont necces lesz. Az a kérdés, ide nem fog beférni semmilyen épület szerintem. Látjátok, ide a belső körhöz nem enged már lerakni. WC-t sem, de a WC odafér. Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy itt lesz-e bármi. Viewing gallery. Meg ugye vannak a bunkerek, azokat is ki kéne kutatni gyorsan. Az csak akkor lehet, hogyha vendégek vannak már a parkban. Ezek viszont nem férnek ide. Nem örülök neki. Hát hogyha itt lesz a ketrec... Jó, ide elfér. De megint az a baj, hogy lerakom a generátorokat, mert egy lusta állat vagyok. Mennyi áramba kerül ez? 2. Jó, az nem sok. Megpróbáljuk ide az áramfejlesztőt. Ez egy nagyon nagy épület, az a baj. Tehát elképesztő otrombán nézne itt ki. Viszont hosszú távon meg jobban járok, hogyha megcsinálom. Viszont akkor nem tudom folytatni a félkört. De amúgy sem folytatnám a félkört, mert ott dínó lesz. Jó, így megpróbáljuk ezt ide behúzni. Úgy. Ez az. Jó, annak kell egy út. Ez az. És akkor kell neki, mert ugye az áramfejlesztő magában nem termel maga körül áramot, hanem kell neki egy ilyen substation. És azt meg megpróbáljuk lerakni. Hát mondjuk az itt belül elfér. Kérdés, hogy át tudom-e vezetni az amfiteátrum fölött a vezetéket, de valószínűleg nem. Mert az úgy balfaszul néz neki, már bocsánat. Úgyhogy lehet, hogy ide rakjuk mellé. Igen, mert itt amúgy is szolgáltatási épületek lesznek valószínűleg. Kicentízzük. Úgy. És akkor ezt majd csak rá kell kötni erre az épületre. Úgy. Szevaszat Emil! Üdv Martin! Túl erős a motion blur? Szerintem csak nem ittatok kávét. Úristen, tipca, micsoda hozzászólás. Fun fact, Crichton a második könyvet kizárólag Spielberg kérésére írta meg. Ha. Malcolm az első könyvégén meghal. Spoiler! De így vissza lett hozva, aha. Érdekes. Most már egyre több ingerenciát adtok, hogy foglalkozzak a könyvekkel. Elültettétek a gondolatot a fejembe. Na. Aha. Jó. Úristen, mennyi mindent kell szerelni. Exciting day. The first dinosaurs are arriving from what remains of our operation on Isla Sorna. Well, wait a minute. Isn't most the original site destroyed? Destroyed, but not abandoned. Egyszerűbb ezt lerombolni, tudjátok. And we're going to leverage them here in our new park. We're starting with a herbivore. We want to make sure it's well cared for, obviously, so we'll be monitoring its welfare. Hope for the best, plan for the worst. And make sure you can find the nearest exit. Fú, itt leszek bajba.
Jó, hamarosan jön az első dínónk, a Pachycephalosaurus. Az van a filmben is, nem? Annak nem tudják kimondani a nevét. A Pachycephalosaurus. Na nyugi. Szóval itt leszünk nagyon nagy bajba, srácok. Illetve én. Normális emberek itt nem lennének bajba, de én bajba leszek, mert hogy itt nekem meg kéne tudnom rajzolni egy párhuzamosat. Ejjjjjj. Nincs erre valami túl. Nagyjából. Aki túl sok helyet hagytam. Igen, és várjátok, mert itt meg le kell húzni a kerítést odáig. Nyugi, meg lesz, nem olyan vészes, egész szépen lehet rajzolni. Nézd meg, Csacit már írja a cseten, hogy nem jó, de jó az, nyugodjál meg, jó az. Nyugodjál meg, attól megnyugszol. Így. Jó. Ezt itt még megmókoljuk egy kicsit. Úgy. De miért arra akarod csavarni? Hülye vagy teljesen? Úgy. Hát... nem lehetne ezt egy íven megoldani, hogy ne legyen ilyen ronda? Nyugi, nem fogok fél órát szarakodni vele, srácok. Egy olyan... 45 percet csak. De nagyon bentről kezdi el az ívet. Hát nem követi le a kört. Lehet, hogy előbb innen kéne elkezdjem. Elnézést, srácok. Tudjátok, aki verifikálva van Twitteren, az nem ér... Nem, ezt a trollkodást, ezt meghagyjuk a hard mode streamre. Nagyon nem akarja lekövetni a körívet, de miért? Az most egy fokkal jobb. Hát amúgy nem. Rövidebben húzzam az ívet? Na, erre kitöröltem az utat is. Ez most lehet, hogy egy halálos hiba volt. Nem, az behúzta normálisan. Ja, hát tudom, hogy Pistiék is be fognak szállni ebbe a témába, hát nyilván. Ezek magas labdák, ezeket nem lehet leütni. Nagyon helyes. De itt ez az ív amúgy nem rossz. Na, ez így amúgy egész jó. Szódával készen vagyunk, elfogadtam, srácok, mindenki fellélegezhet. Ez az. Ja, hát tudom, hogy kaptam reggel, hát tudom, hát tisztában vagyok vele. Nagyon helyes. Jó, és akkor... azért idegesít, hogy itt nincs áram, még akkor se, hogyha nem is kell megcsinálnom, viszont... Kiküldöm a rangereket, hogy ezt javítsák meg. Zavarnak itt a kis piros jelzések. Ezeket tessék megjavítani. És egy substation-t le fogunk rakni. Bár nem is oda lerakhatok egy generátort. Lerakunk ide is egy generátort. Lehet, hogy meg fogom bánni itt a kezdő befektetéseket, de... Ide is lerakunk egyet. Ez valahogy nem tűnik egyébként, hogy halkan megjegyzem, teljesen merőlegesnek az útra. Mi történik itt? Azért megverném azt a fejlesztőt, aki kivette az egér supportot a forgatásból. Ez is a konzol gamerek miatt van, szégyeljétek magatokat. Viccelek. Úgy.
Jó. Na. Akkor le kell rakni egy megfigyelő állomást ebbe az enclosure-be. Úgy. És hozzáadjuk az egyes a vadász csapatot megfigyeléshez. Megjöttek a pacicefalosaurusaink. Berakjuk őket ide, és kell egy kapu is. Azt meg ide rakjuk. És akkor kialakítjuk az első kis dinoszauruszunk helyét itt a parkban. Kapnak egy kis vatert. Legyen mit inni. Gyorsan mennek a drága jó embereink megfigyelni őket. Mi az a két piros jel? Ja, itt ezeket is meg kell javítani. Kettes csapatnak kiadjuk, hogy javítsák meg. Úgy. Na nézzük. Íme. Ez a búbos banka, ugye? Úgy hívták a filmbe. A búbos banka. Cuki fejek. Hányan vannak? Négyen? Négyen vannak. Meg kell várni, amíg megvizsgálják a munkásaink őket, hogy tudjuk pontosan, hogy mire van szükségük. Nyilván ennél több fűre lesz valószínűleg, tehát mielőtt éhen halnak. Már jönnek is a kollégák. Búbos banka, Vin Diesel. A pacicefalosaurus. Hát tök könnyű kimondani, most mindenki utána. A pacice... Na, azt mondja, hogy ground leaf kell nekik. Szeretnének leveleket. Ja, öten vannak egyébként. Zárójában mondom. Ground leaf. Az elég nagy ez a ketrec egyébként, tehát majd arra kell figyeljünk, hogy valószínűleg más dínók is lesznek itt. És akkor ott majd okosan kell sáfárkodni, hogy melyik talajtípusból mennyit rakunk le, hogy ugye mindenkinek megfelelő legyen. Megpróbálom ilyen természetesre megcsinálni, hogy mondjuk a víz körül legyen élővilág. Az valamennyire még így realisztikus is itt a sivatag közepén. Bár sok textúrát nem rakott le ide a játék nekünk. Hol vagy, pacice? Pacica. Jó, ez így pont tökéletes nekik, király. 80% komfort fölött kell legyenek. Ki kéne nyitni a parkot, mert nincs pénzem. Na, még nem engedik. Really starting to feel like the park is coming together. Ajaj. I've already seen one. Jön a T-Rex. All of our safety precautions are in place, Dr. Malcolm. Az a kerítés nem fogja megfogni. They have to be with the latest deliveries. We have a small carnivore arriving. Ajaj. And larger carnivores too, which are not any kind of cute, if you ask me. Well, jó van, knowing nyugi. Your history with a particular species, Mr. Thompson thought it best not to trouble you with the details. Oh, yeah, no, I've seen what a T-Rex can do. My therapist and I talk about it all the time. It's an alpha predator, and now you're bringing it here. No. We know what we're doing. Yes. Persze, hogy tudjátok, mit csináltok. I know what you're doing as well. Jó, jön egy T-Rex, meg jönnek a dögevő kis minidinók. Srácok, segítsetek nekem, a Compsognathus, tehát a kicsi kis genyó a második filmből, az vajon megfér-e a pacicefalosaurusszal egy ketrecben? Vagy külön kéne rakjam a kis genyókat szerintetek? Valaki küldött egyébként nekem ilyen cheat sheetet. Egyébként köszönöm, csak pont nem volt időm megnézni. Nem férnek el egy ketrecbe? Ó, bassza meg. Hát és most azoknak a kisgenyóknak csinálja ki külön ketreced? Totál nem éri meg. Jó, megnyitom a name parancsot, mert igazából látom, hogy tök fölösleges, hogy nyitva van-e vagy nem, tehát hogy egyszerű birogatni. Hogy azt megnyitom, meg addig nyomunk egy submódot, mert úgyis fölösleges elmondani azt is. Bocsánat, itt meg kell találjam szintén a szögeket, azzal szarakszom. Órák kérdése, és meg lesz. Hát... Elfogadjuk? Hát... Fogadjuk el. Szóval a T-Rex ketrecet akarom egyébként megcsinálni. Mert ő nyilván itt lesz az amfiteátrumban.
A probléma az, hogy ugye kettes erősségű ketrecünk van, tehát az a T-Rexet nem fogja megtartani. Úgyhogy jön majd a futás meg a sikítás. Hát nem vagyok benne biztos, hogy egyébként itt jók az arányaink, de mindegy. Igen, mert ez itt már elcsúszott. Ez itt már nem párhuzamos. Vagy lehet, hogy ott bukkan? Nem, itt pedig sima a talaj. Jó, nem baj. Ez így most egyébként nem is kell nekünk. Csak ezt segédvonalnak húztam ide be. Így, ezt majd meg kell csináljam a másik oldalon is, tehát még messze nem vagyunk a tökéletesnél. Úgy. Hát mekkora kifutó kell a Rexinek. Reménykedjünk benne, hogy ekkora hely elég lesz neki? Hú, ez itt nagyon nem jó szögben. Ja, de várjatok, tudom, hogy hogy kell lesz megcsinálnunk, hát hülye vagyok. Aj, miért nem szóltok, hogy buta vagyok? Erről le tudjuk venni a szöget. Itt van egy vízszintes ketrecelem. Nincs a világon tudom senki, aki ezt így csinálja, mint én, de ezt így kell csinálni. Így. És már meg is van a derékszögünk. Így. Így, így. Na most a kérdés, igen, hogy itt ez így jó lesz-e? Szódával nem látja senki, hogy az ott nem tökéletes, csak én. Azaz. Nem tennék oda egy vonalzót, de... jobb is így. Na most tudjátok, mit rontottam el? Nem tudjátok, de én tudom. Hogy most már csak azt kéne valahogy megoldani, hogy szimmetrikus legyen. Mármint, hogy honnan tudjam, hogy milyen hosszú ez a cucc. Tudom, hogy hogy fogom megoldani. Nyugodjon meg mindenki. Most már látom rajtatok a feszültséget. Látom úgy, hogy ki se nézek a chatre, mert nincs idő, építkezni kell. Az építő streamjeim a lehető legkevésbé interaktív adások a világon. Úgy fogjuk csinálni, hogy van egy maximum. Amerre ki tudatjátok húzni a kerítést. És akkor azt csinálom, hogy egy... kettő. Legyen kettő? Legyen kettő. És akkor itt is megcsináljuk, hogy egy, kettő. Így. Lehet, hogy ez kicsi lesz neki. Így, és akkor ez a nehéz része. Mert itt snappelni fog, ez a szar. Kicsit bajba vagyok. Nem is kicsit. Jó, csalok. Azért én nagyon mérges vagyok, mert persze tudom, hogy sokan ilyenkor furán néznek rám, hogy mi az Istennek nem jó az úgy nesszáj, de azért egy építős játékba illene olyan alaptúlokat belerakni, hogy ki tudod számolni, hogy egy kerítés hány egység hosszú, meg ilyenek. De mindegy. Nem szeretem, amikor ezeket kispórolják. Tehát, hogyha az ember kap egy játékot, amiben szabadon kreálhat valamit, tehát alapvetően a kreativitásra épül, akkor elspórolni belőle azokat a funkciókat, amik segítik, hogy úgy alkosson, ahogy szeretne, az csúnya dolog. Az nem szép dolog. Itt is nem rakja be automatikusan a derékszöget, hanem nekem kell szemre. Jó, és akkor ugyanezt a másik oldalon. És akkor majd utána csinálhatom az egészet újra, mert kiderül, hogy kicsi lesz neki. Így. 3 hours later. Na, de milyen szép lett. Olyan szimmetrikus, hogy csak na. Itt lesz a Rexi, és akkor azt mondtátok, igen, de én nem spóroltam semmin, ezt legalább kijelenthetem. Szóval azt mondtátok, hogy nem rakhatom be a dögevő kis genyókat. Szerintetek tudnék ide csinálni
kisgenyóknak egy ilyen mini ketrecet? Nem tudom, mennyi hely kell nekik. Mert most ekkora helyet nem akarok elfoglalni 5 darab ilyen kis dögevőnek. Ez semmi értelme. Nem tudom, hova rakjam őket. Vagy lehet, hogy valahogy le kéne felezni ezt a ketrecet? Az még egy kreatív megoldás lenne. De innen lecsapok egy kis darabot. És akkor az ilyen ketrec in the ketrec. Ketrec-szepció lenne. Az mondjuk egy jó ötlet lehet. Hogy így leválasztom őket. Ezen belül. Az akár még működhet is. Szódával. Vagy ide csinálok egy picit. Az is lehet, hogy ide csinálok egy másikat. Ja, ugye 4 nagyból felezzek le egyet. Aha. És akkor annak legyen 2 belje. Igen, mondjuk azt is lehetne, hogy úgy felezem le. Hogy ide mondjuk behúzok egy izét. Az egy jó ötlet. Talán az a legegyszerűbb. Hogy így ezt simán itt lecsapom. És te miért nem akarsz oda snappelni? Azt elmondod nekem? Lenna, ne csináld ezt velem, légy szíves, jó? Ne csináld ezt, apá. Ne. Na, ez most csúnya dolog, amit csinálsz. Mondjuk nem feleztem, nyilván, tehát nem úgy fél, hogy 50-50, de az nem baj, hogy az egyik nagyobb, mint a másik. Az nem zavar. Az jobban zavar. Hogy ezt itt így nem fogom tudni behúzni pontosan. Picit csálé. Még megpróbálok egy fokkal jobbat csinálni. Tudjátok ezt, hogy kéne megcsinálni? Egyébként, hogyha 100%-osan profin akarom? Hogy most, amikor itt van ez a vonal, a kijelzőn, oda rakok alkoholos filccel egy pöttyöt, ahol ennek a vége van, és akkor be tudnám húzni a találkozásokat. Így most a földön lévő textúra alapján kell megcsináljam. Nem, azt elnéztem. Szódával. Nem egyenes teljesen így se, de szódával elmegy. Jó, és akkor ide rakunk egy kaput. Kérdés, hogy ide viewing gallery-t hogy fogok lerakni? Igen, itt majd módosítani kell a kerítést. Úgyhogy még nem úsztátok meg. Mert ezt ide le kell rakjam. De hát ez itt ferde! Ezt én csináltam ferdére? Hát ez itt ferde. Hát látom, hogy nem párhuzamos az úttal. Haló? Hát beperelem a készítőket. Hát ez itt mi? Hát ez... Hát... Hát ilyen szinten fel... De ez is ferde itt. Nézzétek meg. Hát hányok mindjárt. Hát ez ki csinálta ezt az ótvar munkát? Hát a kivitelezőt beperelem mindjárt. Hát ez itt teljesen ferde. Ez a kerítés is fos. Hát a komolya, ilyen ideges még életemben nem voltam. Hát hogy lehet ilyen ótvar munkát végezni? Hát szemre jobban behúzom. Nem véletlen lett félbehagyva a park. Hát szerintem ezt valaki meglátta, és ugyanúgy beperelték őket. Na hát így mindjárt jobb. Ez az. Ez is fel. Hát ez itt az egész ferde. Hát ilyet. Hát ha én ilyen munkát végeznék, amúgy ez az... Hát ez a fene tudja, hogy fel. Itt ez csalóka. Lehet, hogy itt nem egyenes a főd. Szerződésbontási kérelmeket be kell nyújtani, srácok. Ezt nagyon jól látjátok. Már most se lett teljesen egyenes egyébként. Meg azt nem tudom eldönteni, hogy ez a ferde, de mindegy, ahhoz már nem nyúlok hozzá. Most ezt megépítjük csak azért, hogy kitörölhessem.
Mert itt ebbe bele kell nyúljunk. Azt gyorsan építsétek meg, mert mindjárt jönnek a dinók. T-rex ketrec készen van? Igen, oda is kell egy kapu, meg egy megfigyelő állomás, az anyámat, meg meg kell csinálni a vizet. Lehet, hogy kérek 2 perc szünetet. Még majd a játéktól. Igen, ez így nem lesz jó. Kezdjük azzal, hogy lerakjuk a galerit, és úgy könnyebb lesz. Nessai, valószínűleg megőrültél volna az első házban, ahol laktam, öreg vályokház volt, sehol nem volt benne derékszög, egyenes vagy sík fal. Hát na, ez ilyen. Ezt amúgy ide kéne lerakni, mert innen sokkal jobban belátni. Ezt lehet, hogy nem kellett volna. Nem baj. Ez itt lesz a jó. Teljesen oda van rakva az úthoz, nem? Miért nem engedi ide lerakni? Kerítés miatt? Aha. Úgy. Hát ugye fontos lerakni ezeket a kilátókat, mert egyrészt igazított hozzá a kerítést. Másrészt meg anélkül ugye a vendégek sem tudják a dinók látványát élvezni. Ez a zene most illik a szenvedéseimhez. Igen, itt ez a kerítés rossz. Azért nem lett párhuzamos ott az úttal ez a cucc. Ezt valaki azért rakta be a játékba, hogy a hozzám hasonlóak szenvedjenek. Full direkt. Kicsit csalok rajta. És akkor még menthető a dolog. Kettők szemre kell behúzni. Úgy. Hát ez most ilyen freeform lesz, sajnálom. Látnom kéne fölülről. Szódával. Ott az egy kicsit több, mint kell. Ahhoz képest, hogy nincsenek segédvonalak, az évek és a rutin egész jó besegít. Ez kicsit rövid, mert az dupla kell legyen. Nem gondoltam volna, hogy ennyire lassan fogunk már elindulni. De most már direkt csinálom, hogy szenvedjetek velem együtt. Ja, most te meg oda akarsz izélni. Jó, építsed meg. Adják 7 percet. Igen, az a baj, hogy lenullázom a kasszát, ha túl sokáig csinálom. Ellenem van a videójáték. Ebből a szempontból teljesen. Az, hogy oda akar csatolni. Az szintén nem segít.
amúgy itt a segédvonalunk, amik elnézzétek. Igen, egy kicsit pontatlan. De hogy miért nem raknak ilyen túlokat bele? Azt hinnétek, hogy rajtam kívül nincs ilyen elmebeteg, de higgyétek el, hogy van. Hát jó, egy kicsit fair, de elviselem, haladjunk. Így. Ja igen, mert az beljebb van amúgy azért, aha, tudom mit rontottam el. Azt hittétek, hogy vége, és megszabadultatok, de nem. Na most már látom, hogy mit rontottam el. Ezt a kerítést túl közel raktam. Az élet rossz. Esküszöm, mindjárt befejezem. De most már ti is látni akarjátok, hogy sikerül-e. Az a baj, hogyha közbeszúrok, akkor nem jó. Megint túl közel raktam. Hogy van ez megcsinálva a túloldalt? Ennyivel hamarabb kezdődik a másik? Így, úgy. Na valami zenét rakhatna a játék, hogy kevésbé legyen kellemetlen. Kikérem magamnak. Kicsit mindig túl közel van. Nem, ez most egész jónak tűnik. Jó. Zenével is az, na menjetek a picsába, nyugi. Jó, ezt így el tudom, meg ezt így meg tudom emészteni. Már nem egészen tetszik itt ennek a kialakítása, de... Lehet, hogy azt is csinál. Mi lenne, hogyha itt vágnánk el? Aha. Nyugi, ezzel most nem veszítek az időtökből. Csak itt fogjuk lenyesni ezt a részt. De nem jó. Nem jó, mert így szabad kézzel csináltuk meg a... Nem jó. Nem jó. Ja, iszok, muszáj inni. Amúgy le a kalappal előttetek, hogy ilyen sokan itt vagytok, de én látom, hogy azért, mert ti is vágytok a tökéletességre. Én tudom, hogy ti is azt akarjátok, hogy meglegyen tökéletesen. Szóval itt ez a derékszög nem jó, ezért, hogyha ezt itt félbevágjuk,